szalítmány is felejtettem, de tudomnál fogva nekem szabad felejteni. De élek is vele. Kanász Kálvin vagyok, Pesten élek. És nekem hiányérzetem van. Na, ez a témában kapcsolatban, félelékes nehesség. És a nevem alapján, mivel Kanász, ugye egy példával talán rövidíteni tudom a dolgot. Ugye eszembe jutott a Sokrú disznót győz. De ahhoz, hogy a kutak disznót győzzenek, egy irányba kell menni az összes útnak, egyfélét kell vágogni, és kell egy olyan gúnál, aki az egész csapatot vezeti. Mint hiteles, hogy tájékozódjam, vezettem bírósági tárgyalásra, és meglepődve vettem tudomásul, hozzá kell tegyem, én korábban műszaki voltam, amikor aktív voltam, tehát a jogi csülcsavar az tőlem nagyon-nagyon távol van. De azt tapasztaltam, hogy a tárgyalás mindenről szól, kivéve egy dologról, az emberről, akiről az egész történetnek valójában szólni kellene. Jogszabályok, jogszabály értelmezés, számunkra teljesen idegen világ, de egy dolgot, hogy ha valaki fodrász, könyvelő, olajbányász, sorolhatnék bármilyen szakmát. Na valóban, ilyen szinten kell tudni a jogot ahhoz, hogy életben maradhasson. Hogy az érték alapján tudjon élni, amit dolgozott, hogy az a valós érték, azt ő megkapja. Ha én felszállok egy repülőre, miért kell nekem pilóta vizsgával rendelkeznem? Én kifizettem annak az árát, amit elvárok, ugye szerződést kötöttünk, mikor megvettem a jegyet, amit elvárok, biztonságosan szálljon föl, ott szálljon le, ahova a jegy szól, akkor és szintén biztonságosan. Tehát én így kötöttem meg, és gondolom mindannyian így kötöttük meg a különböző szerződéseket. Most pedig azt hallom, és annak ellenére, amit mondok, nagyon örülök annak, amikor jogászoktól kapok segítséget az interneten keresztül, hogy mire lehet hivatkozni, de valójában nem erről szól a történet. Nem tudom Magyarországon miért tilos rendszerben gondolkodni. Hogyha valahol valami hiba van, ne azt piszkáljuk, megint egy hasonlattal. Engedjétek meg ezt nekem. Ha nekem egy kiütés van a kezemben, a hivatalos gyógyászat, hogy azt mondja, oldjak a hosszú ujjú inget, és akkor megvan oldva a probléma. Az alternatív gyógyászat, bekeni valamilyen kenőcset. Tessék mondani, ki foglalkozik azzal, hogy nekem nem olyan vesém van eldomolva, eltömölve, nem megyek be az egészségügyi részbe. Tehát magával, a rendszerrel, az emberrel. Hiszen, hogyha a devizahiteles problémát megoldjuk, hónap délben 12-kor az megszűnik, mint probléma lenni, attól még számtalan más problémák marad. A földtörvény, a föld probléma, a víz probléma, a millió probléma. Rendszerbe kéne gondolkodni, egy irányba kéne vágogni, egyfelé kéne menni, és rendszerben gondolkodni. Ehhez pedig egy dolog feltétlen fontos. A libák az mi? A tömeg. Tudat szintjét föl kell emelni. Mert jelen pillanatban a billenvéle dolognak megítélésem szerint ott van, hogy az emberek tudat szintje egyrészt alacsony, és nagyon sok irány, sok felé megyünk el. Ezen kéne változtatni. Lett volna még számtalan, de tessék, más is szólj hozzá. Köszönöm.